Sziasztok, Dóri vagyok, ez pedig egy könyvkempingváros videó, amit már annyira vártam, hogy az egészen elképesztő, és ő pedig jönő. A 2022 szerintem fantasztikusan jól indul, ugyanis Eszti és Andi ismételten megszervezik a könyvkempinget, aminek most a témája egy sárkány megmentő akció lesz, aki egy torony tetején várja azt, hogy segítsünk neki onnan lejutni. És igen, most ebben a videóban, illetve a jövő héten végig velem lesz Jenő, alias Jenci, az én sárkányom, akit fel tudtam lelni itthon. Hogyha egy picit úgy néz ki, mint akit a kutya szájából szedtek ki, az azért van, mert ez pontosan így történt meg. Igazából minden hasznos információt le fogok majd rakni a leírásba, mert elég sok helyen lehet majd programokon részt venni, illetve sok helyen lehet információhoz jutni, és szerintem sokkal egyszerűbb, hogyha ezt leírva látjátok, mint hogyha én most megpróbálom nektek elmondani. De az egyik, ami nagyon fontos szerintem, hogy a Gabó kiadó beszállt egy picit a kempingezésbe, és 30% kedvezmény jár mindenkinek, aki használja a könyvkemping 2022 kuponkódot, ami egy nagyon jó fej dolog. Újítás volt idén szintén, hogy most könyvkemping tematikájú dolgokat is meg lehetett vásárolni, aminek a bevétele jótékony célokra fog fordulni, és ezek könyvjelzők voltak, kitűzők voltak, vászontáska volt, mindegyik marha jól néz ki. Én könyvjelzőt rendeltem, azt hiszem, de lehet, hogy kitűzőt is. Nem tudom. Mindegy, remélem, hogy jövő hétre ideér, és akkor már azzal a könyvjelzővel fogom tudni jelölni azokat a köteteket, amiket éppen olvasni fogok majd. Na, de térjünk vissza a könyvkemping egyik nagyon-nagyon izgalmas témájára, vagy dolgára, hogy pontosan hogy lehet majd ezt a sárkányt kiszabadítani. Kétféleképpen teheted ezt meg. Az egyik, hogyha egy elképesztően maximalista és mazoista ember vagy, hogyha bizonyos pontokat lépésről lépésre teljesítesz majd a jövő hét folyamán, amiből egyszerre csak egy pontot tudsz. Tehát jelenleg annyit tudunk, hogy a toronymászáshoz az első könyv, amin sötét vagy éjszaka van a borítón, ez az Erendil fénye fantázia nevet viseli. Szerintem nagyon izgalmas. Ez a toronymászás. A másik pedig, hogyha 4 pontot teljesítesz, akkor fixen megmenekül a sárkány, ez egy kicsit könnyebb verziója, ezek a pontok pedig az Erendil fénye, tehát egy olyan borító, amin sötét van, vagy éjszaka, a külön is együtt, egy olyan könyvet kell olvasni hozzá, amit másokkal együtt olvasol, van az ismeretlen utak, ahol egy olyan könyv szükséges, amin szerepel a mágikus realizmus vagy a non-fiction címke, illetve az utolsó, az Yggdrasil, ami egy olyan könyv, ami mitológia vagy mondavilág témájú. Hát igazából én nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy tornyot mászni vagy nem tornyot mászni. Jelenleg még mindig nem sikerült ezt eldöntenem, ezért úgy gondoltam, hogy akkor majd én az Erendil fényével fogok indulni, tehát első nap egy olyan könyvet fogok olvasni, aminek sötét borítója van, vagy éjszaka van ezen a borítón. És kivárom a második pontot, hogy akarok-e tornyozni, vagy sem. Van 2 közös könyv, amit fontos megemlíteni. Az egyik a Lore Olympus, ami egy képregény és mitológia témájú. A görög mitológiára épül, ugye az Olympusból ki lehetett találni. A második pedig a Nacukawa Sosuke, Rintaro és a könyvek útvesztője. Tehát, hogyha ezt a 2 könyvet elolvassátok, akkor gyakorlatilag minden 4 pontot tudjátok teljesíteni, és a kis sárkány már repülhet is ezületekbe. Én nagyon cselesen próbáltam úgy készülni, tényleg, hogy mind a 2 verzió nyitva maradjon előttem, és ennek megfelelően válogattam össze néhány könyvet, ami, ha nagyon sok időm lesz, akkor több is beleférhet a jövő hetembe. Nézzük, hogy mik ezek. Kicsit mazoista lista, de meglátjuk. Az Erendil fényéhez, ugye, ami egy olyan borító, ahol sötét vagy éjszaka van, én választottam a Szép sötét van ez számat, a Bodor Ádámtól a Seholt, és ezt a 2, igen. A Külön is együtthez, amit ugye másokkal együtt olvasunk, én gondoltam arra, hogy ide is hozom a Szép sötét van eszát, hiszen ez egy booktube-os könyvklubos könyv, tehát biztos lesz olyan rajtam kívül, aki még ezt fogja olvasni, vagy a Rintarót, mert nagyon érdekel, illetve láttam, hogy Andi és Avilda a Krócia szonátát fogják olvasni,
és már nagyon régóta tervezem én is ezt a könyvet, szóval ide raktam erre a listára is. Ja, és találjátok ki, hogy kimegy a hétvégén könyvesboltba. Az ismeretlen utakhoz, ahol egy mágikus realista vagy non-fiction könyvet kell olvasni. Hármat választottam, de most már, hogy jobban belegondolok, inkább legyen ez kettő, ami az egyik a Carrie Fisher a hercegnő naplója, ezt meg is tudom mutatni. Itt van. Vagy pedig Boris Vientől a Tajtékos napok. Hát igyekeztem nem túlvastag könyveket válogatni, mert egy hét alatt azért sok több száz oldalas könyvre biztos, hogy nem lesz időm. És az utolsó pont, ami az Yggdrasil, ami mondavilágra vagy mitológiára épül, ide Neil Gaiman északi mitológiánján gondolkozom, vagy Catherine Arden a Medve és csalogányon, illetve Madeline Miller a Kéleusz dalán, és hallom, ahogy valahol a háttérben Sanna tapsikol örömében. Na már most nyilvánvalóan nem akarom én ezt az összes könyvet elolvasni, mert azért ahhoz minimum szabadság és egy időnyerő kellene, viszont én nagyon szeretek magamnak opciókat hagyni, hogyha esetleg még sincs annyi időm, mint szeretném, akkor egy rövidebb könyvet tudjak választani a listáról, vagy ha valamelyik nem tetszik, akkor tudjak rögtön egy másikhoz nyúlni, és ne kelljen megint csárdást járni a könyvespolc előtt, hogy melyeket választom, mert az nagyon-nagyon sok időt elvesz, és engem frusztrál is az ilyesmi. Szóval nagyon-nagyon várom életem első könyvkempingjét, én borzasztóan izgatott vagyok miatta, és nagyon szeretnék majd erről egy vlogot is készíteni, ami ugye az első vlog lenne a csatornán. Nagyon jó lesz. És most megkérdezem azért Jenőtől, hogy neki van-e valami hozzáfűzni való itt az egész tornyos balhéhoz. Oké, szóval Jenci nem túl beszédes, de majd rávesszük talán jövő héten, hogy megnyilvánuljon. És gyertek ti is velünk könyvkempingezni, mert rengeteg nagyon jó program vár ránk jövő héten egészen végig, és szerintem biztos, hogy nagyon fogjátok ti is élvezni majd. Sziasztok!